fehérvári helyszín sokszor vegyes talajtípusával vált a versenyzők egyik kedvenc futamává, azonban idén 100%-ban aszfaltos gyorsaságikon versenyeztek a résztvevők. A nyári kánikulában zajló viadalon a versenyzők 11 gyorsasági szakaszon közel 630 kilométeren autóztak, amelyből több mint 133 kilométer volt a mért szakasz. Patinás környezetben vezető belvárosi szakasz ritkassága rallikon, különleges alkalom, mert ilyenkor a kilátogató szurkolók, családok testközelből nézhetik a top versenyautókat. A versenyzőknek is igazi fűszer egy ilyen szakasz, mert hatalmas nézősereg előtt autózhatnak. Idén a Palotai út adott otthont ennek a látványos bemutatónak. A szombati 3 gyorsasági szakasz után vasárnap 8 szakasz szerepelt a versenykiírásban. A versenyzők az utolsó kőhányási Power Stage gyorsasági után vasárnap este 6:30 után érkeztek a székesfehérvári céldobogóhoz. Az országos bajnokság fehérvári versenyét végül a velencei Vánsza 2-ös teljesítette a leggyorsabban. Nehéz volt itt, főleg a második nap, ugye az második nap első kör után volt egy 25 másodperces előnyünk. Nehezebb ilyenkor megtartani, mert nem a saját tempódba mész, próbálsz úgy biztonságosan menni, hogy meglegyen ez az előny, de szerencsére sikerült. Itt vagyunk 2022 után, megint sikerült versenyt nyerni, nagyon örülünk neki. Velencei Ádám hozzátette, a fehérvári győzelemmel közelebb kerültek az országos bajnoki címhez. Kis pihenés után már a szeptemberi győri rallira kezdik meg a felkészülést.